Számos pályázati lehetőség nyílik meg a vállalkozások részére a következő időszakban. Erről tartottak tájékoztatót Veszprémben, a Kereskedelmi és Iparkamarában. Sokan érdeklődtek megyénk vállalkozói közül az Európai Uniós költségvetési ciklus jelenlegi lehetőségei iránt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázati és felnőtt képzési tájékoztatót szervezett. Újraindítjuk a gazdaságot, indulnak a 2021-27-es uniós források címmel vállalkozások részére. Jelen volt az eseményen dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, aki vázolta a következő időszak prioritásait. A jó hírem az az, hogy a vállalkozók szemszögéből az Európai Uniós programozási ciklus már el is kezdődött. A 21-27-es mindenki előtt az Európai Unió többi országánál előbb kezdődött Magyarországon. Az oltási stratégiánknak köszönhetően előbb tudtuk újraindítani a gazdaságunkat és újraindítani Magyarországot. Ennek része az is, hogy előre terveztünk már a válság alatt, és megterveztünk egy 587 milliárd forintos gyors indulás segítő újraindítási Európai Uniós pályázati csomagot, pályázati akciótervet, amelynek a részleteit jöttem megmutatni a Veszprém megyei vállalkozóknak. Nagy örömmel vagyok itt, először vagyok itt a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Nagyon sokan jöttek el, közel 100 vállalkozó. A mai napon az október 1-től pályázható vállalati továbbképzési programot mutatom be, amely 70 milliárd forint értékben áll rendelkezésre a vállalkozók részére és a munkavállalóik részére. Azért fontos ez a program, és azért a szívemhez legközelebb álló program pont ez, mert a 2020-as években nagyon gyorsan változik a technológia. Új technológiák jelennek meg, az automatizáció, a robotizáció, az ipar 4.0, a mesterséges intelligencia terjedése, csak Európában több mint 80 millió munkahelyet fog megszüntetni 2030-ig. De létrehoz több mint 90 millió munkahelyet. És nekünk az a célunk, hogy azok, akik most dolgoznak, azok 2030-ban is tudjanak dolgozni, és akkor fognak tudni 2030-ban dolgozni, hogyha olyan képzésekben tudják őket részesíteni az őket foglalkoztató vállalkozók, amelyek felkészítik őket a jövő technológiáinak alkalmazására. Ebben segít a vállalati továbbképzési program. Egyszerre támogatjuk a vállalkozások kapacitásbővítését, technológiaváltását, a jövő technológiáira való átállását. Indítottunk egy Vali nevű vállalkozó információs portált. A Valin van egy modern mintaüzemek programunk, amelyben 100 magyar vállalkozás mutatja meg, hogy ő hogyan alkalmazza a jövő technológiáit. Mert hogyha a gyakorlatban, valós körülmények között tudják a vállalkozóink megnézni, hogy hogyan működnek a jövő technológiái, sokkal könnyebben alkalmazhatóvá válik számukra. Tehát beruházást ösztönzünk, technológiaváltást ösztönzünk, innovációt ösztönzünk a programjainkkal, és a munkavállalók vállalati továbbképzéseken és szakképzésen keresztüli felkészítését ösztönözzük a jövő technológiáinak, és ezek tulajdonképpen a jelen technológiáinak az alkalmazására. Államtitkár úr, van-e már tapasztalatuk azzal kapcsolatosan, hogy a magyar vállalkozók mennyire készültek fel erre a ciklusra? Mennyire élénk a pályázatokkal kapcsolatban az érdeklődés? Egészen elképesztő az érdeklődés. Mi szerettünk volna már februárban elindulni a pályázati ciklussal, az akciótervünk egyes akcióival, viszont ebben bizonyos adminisztratív okok akadályoztak bennünket. Brüsszel nem volt fölkészült erre a gyorsaságra, most is kicsit sokkalja azt az intenzitást, amivel mi belevágunk az új ciklusba, de nekünk fontos az, hogy a magyar vállalkozók többi vállalkozó előtt jussanak a forrásokhoz, és a koronavírus válság után ebből fakadóan a kanyarban tudjanak előzni. És mivel február helyett júliusban lehetett az első technológiaváltó kapacitásbővítő körre pályázni, a vállalkozásoknak volt 6 hónapjuk fölkészülni. Ráadásul egy olyan
konstrukciót hirdettünk meg, ami egyszerű, mindenki számára pályázható, ezért a 100 milliárd forintos igényre 480 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett. Ezért aztán úgy döntöttünk két nap után, hogy minden pályázatot befogadunk, amely elkészült a pályázati határidőre, és a 100 milliárdos keretet 200 milliárd forintra emeljük. Viszont tartjuk magunkat ahhoz, hogy 2-3 hónapon belül, tehát a pályázat meghirdetését követő 3 hónapon belül eredményt hirdetünk. Ez azért nagyon fontos, mert gyorsan változnak az árak a piacon, és mi azt szeretnénk, hogyha nem menne el az élet a vállalkozóink mellett, csak azért, mert az eredményre várnak. Nagyon sok olyan vállalkozó, főleg a KKV szektor beliek, akik nagyon erősen azt várják, hogy na akkor hol lehet majd pénzhez jutni. És hát ugye itt elég sok olyan szereplőnk is van a Veszprém környékén vagy a megyében, akinek kézberuházási tervei vannak energiagazdálkodás terén, és akkor azt várja, hogy ehhez lesz-e annyi állami támogatás, olyan arányú támogatás, amitől ezt érdemes neki azonnal elkezdeni. Én azt gondolom, hogy ez egy lökést adhat, itt sok az érdeklődők körében az, aki szinte úgy van, hogy egy gombnyomással azt várja, hogy ő indul. A kamara tud egy segítséget adni a vállalkozóknak? A kamara eddig is rendelkezésre állt a vállalkozók részére, ez azért két irányú valami. Tehát a kamara nagyon tud segíteni annak, aki maga is akar, meg maga is energiát fektet bele. Ha valaki azt gondolja, hogy helyettem megcsinálja a kamara, az meg egy életveszélyes mutatvány lenne, mert akkor az egész felelősségi rendszer is átterhelődik a kamarára. Tehát azért csak az a vállalkozó álljon be egy ilyen sorba, és akarjon ilyen vállalkozás keretében beruházásokat eszközölni, aki ennek a felelős végrehajtását is vállalni tudja. Tehát a szereplői kör is erősen differenciált, lehet így mondani, de én azt gondolom, vannak elegán vagy sokan olyanok, akik mindenféle képességgel rendelkeznek, hála Istennek, meg az ambíció is megvan bennük. Mi ezeknek állunk rendelkezésre mindenben, azért a mi kollégáink is, ahogy eddig a mondjuk a kártyarendszerben lehet mondani, hogy a Széchenyi kártya megháromszorozódott az előző évekhez képest, és ez mindent megmutat, hogy rájöttek a vállalkozások, hogy erre nekik nem csak szükségük van, hanem megéri ezeket kiváltani vagy igénybe venni. Én úgy gondolom, most ugyanilyen lesz az energiacélú beruházások tekintetében különösen a megindulás.